Nem új adó nem bevezetése az ebösszeírás oka, hanem egyszerűen jogszabályi kötelezettség, amely minden magyar önkormányzatnak feladatul szabja a kutyatartásra vonatkozó információk frissítését. Mindezt azért érdemes tudósítás elején leszögezni, mert internetes felületeken és szóbeszédben csak úgy, mint 3 évvel ezelőtt, most is szárnyra kapott az alapokat nélkülöző információ, hogy a kutyák összeírása egy új elvonás előszele. 3 évente kötelező minden településen ebösszeírást elrendelni. Ez önkéntes, tehát semmilyen bírság és egyéb olyan negatív hatása nincs. Az a célja, hogy lehetőség szerint frissítsük a meglévő egyébként nyilvántartást azzal, hogy 3 évente ilyen projektjelleggel megnézzük, hogy a tényleges mostani állapot mit akar. Ez idei évben 2023. október 15 és 2023. december 15-e között lesz. Online is elérhető, illetőleg az legtöbb helyen, ahol állatorvosoknál, illetőleg az ügyfélszolgálaton olyan helyeken, ahol találkozhatnak app-tartók, ott ki lesz helyezve papíralapon is. Magyarországon 2013 óta kötelező a kutyákba csipeket ültetni, ezt főleg a veszettség elleni oltások kontrollja miatt vezették be, de az állatok beazonosítását is tökéletesen szolgálja. Amennyiben egy állat elkóborol, a gazdának a felelhetőség itt is azonnal ennek az ebregiszternek a révén a benne között és tárolt adatokkal nyomon lehet követni, fel lehet hívni. Itt valójában van egy az állatorvosi kamara által üzemeltetett és kezelt nyilvántartás, amiben nem tudjuk, hogy milyen adatok szerepelnek, mert általában ugye az élők benne vannak, a halott, az elpusztult állatokat már nem szokták adatfrissítés címszó alatt bejelenteni, hogy ez ad abszurdum nem csak elpusztult, de mondjuk kikerült Magyarország területéről, tehát külföldön van. Vagyis abban az esetben, ha az aktuális ebösszeírásból kimarad egy állat, akkor már nem lehet nyomon követni, mi történik vele. Ez például menhelyről mentett kutyák esetében rendszerint előfordul, hiszen ők több vagy éppen egy nyilvántartásban sem szerepelnek, és az állatorvosok sem tudják, hogy hova kerültek a kutyák. Ugyancsak fontos, hogyha egy állat elpusztul, akkor is be kell jelenteni ezt az ebregiszterbe. Az adatszolgáltatási kötelezettség ellenére viszont fontos tény, hogy az összeírás önkéntes. Nem a hivatal keresi meg, hanem a felhívások nyomán őnekik kell végig gondolniuk azokat, és előszedni azokat a papírokat, mert itt nyilván nem csak egy hívónévről, egy fajtáról van szó, hanem az ivartalanítás időpontja a kezelőorvostól, tehát vannak olyan részletinformációk is, a csipnek a száma, ami alapján nekünk az ebregiszterben összevethető az adat állomány, tehát amit most kapunk, a meglévővel kell összefésülnünk annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy hol vannak pontosításra szoruló adatok. Az október 15-től december 15-ig tartó ebösszeíráshoz az állatorvosoknál is megtalálható adatlapon, vagy a Hegyvidéki Önkormányzat honlapján immár 3. éve online is elérhető adatközlő lapon csatlakozhatnak.